9 iskolából 30 pedagógust és iskolai alkalmazottat ismertek el a Tolna megyei szakképzési centrum által szervezett pedagógus napi ünnepen. Én azt gondolom, hogy az elsődleges feladatunk az, hogy motiváljuk a diákokat arra, hogy minél szélesebb és minél sokoldalúban közelítsenek meg egy problémát, nem csak magyar, hanem idegen nyelven is. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja arról beszélt, hogy az intézménycsoport országosan is egyre elismertebb a szakképzést nyújtó iskolák között, ez pedig az ott dolgozó tanároknak és szakembereknek köszönhető. Ez egy csapat és egy csapatmunkáról beszélünk. Az, hogy pedagógus napon állunk meg, én azt gondolom, ez egy hagyomány, és a hagyományokat tisztelni kell, aki nem tiszteli a hagyományait, az nem is képes fejlődni, és nem is képes a jövőbe tekinteni. Magyarországon 1952 óta ünneplik minden évben egy jeles napon a pedagógusok munkáját, június első vasárnapján pedig 1996 óta tartják a pedagógus napot az UNESCO ajánlásának megfelelően.